A budapesti jazz élet origója, híd a jazz törés vonalai között. Ezeket mondják Szongoró Fatiméről a magyar kortárs zenei élet nagyjai. Szinte minden este találni egy kocsmát vagy egy koncerttermet Budapesten, ahol Fati szaxofonja előkerül. Kivéve nyaranta azt a pár hetet, amikor Európa szerte stoppol. Sziasztok, kedves rádió hallgatók! Szongoró Fatime vagyok. Következő egy órában a Szongórát halljátok. Így indul a Szongóra minden második vasárnap este a Tilos Rádión. Fatime ugyanezen a néven alapított 3 éve összművészeti színteret is. A Szongóra motója az, hogy ráhangolás az összehangolódásra. Ez annyit tesz, hogy szerettem volna, hogy a művész emberek közelebb kerüljenek egymáshoz, így a zenészek. Rengeteg zenész nem ismeri egymást. És ráadásul akkor, amikor ezt elkezdtem, akkor az volt az elsődleges problémám, hogy én nem ismerem a velem egyidős írókat, képzőművészeket, színészeket, és szerettem volna egy olyan közösséget összehozni, ahol tudjuk, hogy ki kihez fordulhat, hogyha valamire szüksége van művészetben. Fati a Szongórában nem csak rádiós műsorvezető és művészeti vezető, de szaxofonos, egyesületi elnök, koncertszervező, kreatív szakember és coach is. Az a célja, hogy minél hatékonyabb híd legyen az emberek között. Nekem az ilyen dolgok számítanak, hogy amikor azt mondja egy barátom, hogy Fati, neked köszönhetem, hogy megismertem a gyarmút. És hogy itt barátságok szövődtek, és volt olyan is, hogy valaki keresett dobost, és hogy tudok ajánlani, és akkor mondtam, hogy gyere el, kedden van nyitott jam session, az a legjobb dolog benne, hogy rögtön ki tudod próbálni, hogy tudtok együtt muzsikálni. A Szongóra keretein belül már több mint 100 zenész mutathatta meg magát, és 20 állandó tagja van. Kaptam fölülről egy ilyen tehetséget, adottságot, hogy legyen zeneiben meg tudjak nyilvánulni, és a küldetésemnek tartom azt, hogy embereket összehozzak ezzel. És ez a küldetés néha éppen a gyakorlás rovására megy. De Fati a zenében is fejleszti magát. A Zeneművészeti Egyetem néhány órájára is bejár, habár egyetlen zenei iskolát sem fejezett be. Most fogom betölteni a 26-ot, és most elhatároztam, hogy szeretnék szaxofonos lenni. Fati már az esti koncertre igyekszik. Útközben még belefér egy kis pihenő, ami alatt gyerekkoráról is mesél. Hogyha felálltam az ágyamra, ami egyébként egy kanapé volt, akkor ott pont olyan vízhang lett, hogy el tudtam játszani azt, hogy az egy ilyen mikrofonba énekelek. Tehát én gyerekkoromban azt játszottam, hogy énekes vagyok, és így kiraktam a közönséget is magamnak. Most is egy játszótéren vagyok, úgy érzem. Tehát, hogy van ez, hogy hallottam gyerekkoromban egy hangjátékot, ezt így meg is csináltam. Aztán akartam én lenni sportoló is meg, tehát nagyon sok minden. És még most is így vagyok vele, szerintem ez a múlt el. Most éppen egy gyerekzenekar alapítását tervezi, ahol a zenészek már korán elkezdhetik az együttzenélés örömét és egymásra utaltságát tanulni az alapok mellett. Én szeretném itt leélni az életemet. De azt gondolom, hogy az, amit csinálok, az, hogy embereket össze kell hozni, az viszont nem, az meg nem korlátozható le országok határaira. Őt sem kötik a határok. Tavaly 11 országot járt be stoppal egy hátizsákkal a hátán és a szaxofonjával a kezében. Az is egy ilyen fajta önismereti, nehezített El Caminom volt. Ami érdekes volt, hogy 3 óra alatt az ember így az érzelmi skálájának minden pontját átéli. Tehát így elkezdtem nagyon jó kedvel, énekelek, táncolok, tehát ez nagyon fontos, hogy lássák a sofőrök, hogy ez egy jó kedvű ember, így szívesen nyitott vagyok felé, és így elviszem. De amikor így ez kezdett így elromlani, hogy tényleg senki, akkor eljut az okogó görcsig. Mégis megéri, azt mondja, a sok pozitív tapasztalat miatt. Elmentem egyszer Lengyelországba,
és ott koncertezni mentem, de oda is így stoppál. És aztán nagyon mondták, hogy a koncert után van jam session, és akkor így, jó, ez jó lesz. És a francokat volt jam session, ez csak egy ilyen vehetetés volt, és így szólt a gépről a zene, és elővettem a hangszert, elkezdtem fújkálni, és bejött egy ütős, ő elkezdett játszani, és így az lett a vége, hogy már a vége, tényleg mindenki bejött, talált valami ütőhangszert, és voltak a színpadon hangszerek, és így gyakorlatilag negyed órával később már kint dohányoztam, és néztem, hogy így, yeah, jam session van. Ma is lesz a koncert után. Még egy rövid vacsora és néhány gyors találkozó is belefér. Gyűlnek az ismerős arcok. Két hónap ezelőtt találkoztam a Fatiékkal, és nagyon megtetszett alapvetően, amit csinálnak. Egyre jobban megismertem a társaságot, és elkezdtem így becsatlakozni esténként munka után, mert nagyon jó kikapcsolódásnak tűnt. Úgy éreztem, hogy tényleg ellazít, és egy kicsit kiszakít a hétköznapokból. Valami pozitívat ad. A csoport tagjai és szimpatizánsai gyakran a szabad idejüket is együtt töltik. Például kiállításokra járnak. Közben megérkezik Fati édesapja, akivel manapság ritkán találkoznak. Ninge Pende Kwende, Afrika. Ezt a Sayuri tanította, elkezdett engem tanítani szuahéliül. Fati idei terve, hogy elutazik édesapja szülőhazájába, Tanzániába. Most először mesél apjának a tervéről. És egyébként az is tervem, hogy annyit összeszedni, hogy el tudjunk menni ketten. Aha. Ez nagyon jó akkor. Nagyon jó ötletérnek. Apukája építészmérnök, Magyarországon végezte az egyetemet. Azóta ő is csak egyszer járt a családjánál, de azt mondja, ez Fatinak is fontos kirándulás lenne. Hát legalább az ősi, ez megnézne, hogy honnan számozott, és ott tényleg, mint is mondom, hogy a család már nem élnek, akik járnak, már öregek megálltak, de azok a zenész család. A hosszú távú tervezgetés közepette megérkezik Dániel, akinél Fati albérletben lakik. Nem csak a barátság fűzi őket össze. Dani a szongóra körül talán a legtöbbet tevékenykedő ember, aki Fati karrierjét is egyengeti. Egyrészt borzasztó praktikus, hogy jelen vagyok, és ezért bármilyen új fejlemény van, azt azonnal meg tudjuk beszélni, de ez nyilván a technikai részlet. Igazából arról van szó, hogy egyrészt nagyon tetszik a zene, amit csinálnak, és iszonyúan tetszik a kezdeményezés is, amit csinálnak, és én azért elég sokat filmezgetek így ebben az alternatív, nem tudom, művész vagy zenei közegben, ami nekem kedvemre való, és Faték olyan dolgokat csinálnak, amiket egyébként is filmezgetnék. Mint ahogy teszi ezt ezen az estén is a Tilos Maratonon, ahol Fati szervező, háziasszony és persze jazz szakszofonos.